Sziasztok, Andi vagyok, és üdvözlök mindenkit újra itt a YouTube csatornámon. Ebben a mai videóban a májusi olvasmányaimról fogok nektek beszámolni. Ezen a héten lesz ugye a könyvhét, ami az egyik legnagyobb magyar könyves rendezvény, és én is készülök szombaton kilátogatni a könyvhétre. Tavaly, ha emlékeztek, akkor könyvhét és könyvfesztivál előtt is csináltam egy ilyen szuper új könyvek, amiket szeretnék megvenni per beszerezni ezen alkalommal, és ilyenkor belesűrítettem ezekbe a videókba így az adott friss megjelenéseket, amik érdekeltek engem a magyar piacon, meg pár olyan címet is belevettem ezekbe a videókba, ami úgy gondoltam, hogy érdekes lehet számotokra. És hát alapvetően nyilván eszembe jutott, hogy idén is megcsinálhatnám ezeket a videókat, csak hogy azzal kellett szembesülnöm, hogy ha teljesen őszintén csinálnék egy olyan videót, amiben összeszedném azokat a könyveket, amik engem most tényleg igazán nagyon érdekelnek, és be fogom őket szerezni, akkor ez egy roppant rövid videó lett volna, ugyanis egyetlen egy olyan friss megjelenés lesz, amit nagyon várok, amit hogyha nem kapnék meg recenzióba, de megkapom recenzióba, köszönöm minden is a Gabó kiadónak, szóval, hogyha nem kapnék meg recenzióba, is tudnám, hogy megveszem, mert el fogom olvasni rövid időn belül, az nem más, mint Kleinhez Csillának a legújabb regénye, az Alvilági szövedék. Nem hiszem, hogy ez egy nagy meglepetés számotokra, hogy nagyon várom Csillának az új regényét. Többször járt már a csatornán, beszélgettünk vele nagyon sokféle témáról, érintettünk rengeteg könyves szekciót, így a magyar piacon, mint hogy ő ugye fordító, szerkesztő és író is, és most jön az új regénye, úgyhogy nem komplikálom ezt túl, hogy én ezt nagyon várom. Csilla egyébként személyesen mesélt itt a csatornán az új regényéről, majd egy live linket kis időpecséttel megkeresek nektek, hogy miről is szól ez a regény. Én annyit jegyeztem meg magamnak, hogy nekem ez a regény kell és kész, és nem is akarom újraolvasni a fülszöveget, mert szeretném teljesen így a nulláról befogadni, és nagyon-nagyon várom ezt a regényt. Na most nyilván ez egy kicsit sarkítás volt, mert összetudnék nektek szedni még egy-két címet, ami mostanában jelent meg, és izgalmas számomra. Ezeket részben már láttátok az előző bukó videómba, ott friss Fumax 21. százados megjelenéseket is mutattam, ha minden igaz. Nem, bocsánat, Fumax és Kolibri. A 21-től nemrég kaptam egy csomagot, úgyhogy őket még nem láttátok. Az a lényeg, hogy eléggé rövid ez a lista, és fejben nem is vagyok igazán izgatott. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem lesz ilyen videó, mert nem tudnám igazán nagy szívelélekkel megcsinálni. Van egy-két videós, aki már rakott ki ilyen videót, hogy milyen friss megjelenések vannak, amiket lehet várni. Utatokra engedlek benneteket ebből az irányba. Most egy kicsit olyan, mintha így Andi rád nem lehetett idén számítani, de én most azt képviselem nektek, hogy olyan érzésem van, hogy minimális az a cím, ami kijött most és engem érdekel, a legtöbb dolog, ami érdekel, az év második felében fog megjelenni, és vagy jövőre. Úgyhogy ha ti is úgy érzitek, hogy nézegetitek a megjelenéseket, és úgy nem érzitek annyira a vibe-ot, meg a cheat, akkor veletek vagyok, mert kicsit én is így érzem magam. Na de akkor nézzük, hogy miket olvastam májusban. Általánosában véve a május az egy érdekes hónap volt, ugye az áprilisi szünetem után visszakerültem az olvasásba, csak közben ilyen-olyan egyéb problémákkal is küzdögettem. Úgyhogy küzdös volt ez a május, annak ellenére, hogy azért volt egy-két jobb pillanat emlékeim szerint, meg a könyvek csillagozása is egészen hullámzóra sikeredett, de a hónapot egyébként sikerült egy kétcsillagos olvasással megnyitnom az áprilisi két csillagom után, mert hogyha emlékeztek, akkor én áprilisban a Fekete ajtó mögöttet olvastam, nem csak Fekete ajtó, amúgy az angol az a Beyond the Black Door, és ugye én arra két csillagot adtam, és nagyon nem szerettem, és utána bekezdtem a hónapot a Mendeléház asszonyával, amit én csak Rebekaként fogok emlegetni, ez az angol címe, és hát nem szerettem a Mendeléház asszonyát, vagy a Rebekát. Ez a kötethez készült egy egészen hosszú molyos értékelés, amit részben azért írtam meg ilyen hosszúra, mert sejtettem, hogy mire leülök május végén, június elején videózni, addigra egy, el fogom felejteni részben valószínűleg, amit mondani akarnék erről a könyvről. Kettő, az érzéseim biztos, hogy lejjebb fognak már így apadni intenzitásukban. Három, úgy éreztem, hogy azt ott nekem meg kell írnom. És tényleg egy picit nyugodtabb vagyok a Rebekára gondolva, de te jó Isten! Nem hiszem, hogy én csalódtam ekkorát klasszikus címben, és nem hiszem, hogy ilyen szinten csalódtam volna a klasszikus
címben. A Rebecca eredetileg 1938-ban jelent meg, tehát alapvetően klasszikus címként tartjuk számon, bár ugye már így a modernkori időkben íródott és játszódik, tehát azért alapvetően vannak olyan dolgok, amik már egészen ismerősek számunkra. A főszereplőnk egy fiatal utazótársként funkcionál gyakorlatilag egy öregebb hölgy mellett, amikor találkozik egy alapvetően nem túl fiatal férfival, mert azért van köztük egy ilyen az a 10-20 év, de hogy egy ilyen nyaralós környezetben találkozik egy férfi és egy nő, és hát elkezdenek időt együtt tölteni egymással, és a regény eleje az akár egy ilyen nagyon furcsán ismerős romantikus történet kezdett is egyébként, és a Mendeli ház asszonya az gyakorlatilag nagy részt majd a Mendeli házba fog játszani, mert hogy ennek az úri embernek ez az ősi régi családi birtoka, ami egy ilyen hírhet birtok, és hát a fiatal főszereplőnk. Mondhatjuk, hogy nem sok választása van, mert vagy elmegy az öreg hölgyel Amerikába tovább utazni, és továbbra is abban a kiszolgáltatott szituációban marad, hogy ugye attól függ az élete, hogy ez a hölgy ez mit akar csinálni, vagy pedig hozzámegy egy alapvetően számára szinte ismeretlen férfihoz, és ő elviszi a családi birtokára, tehát hogy így, úristen, én nem irigyeltem ezt a csajt a kötetben, mert hogy így... Ezek nem igazán választások. Amikor pedig megérkezünk a Mendeli házba, akkor onnantól kezdve igazság szerint nem történik nagyon sok minden. Ha meg kellene fogalmaznom, akkor én azt mondanám, hogy egy picit az a szituáció, hogy erre a helyre kicsit ráveti így a sötét filterét az, hogy a Maximnak az első felesége meghalt, és ráadásul itt a ház közelében halt meg, és így emberek emlékeznek rá, emberek furcsán viselkednek emiatt, például a házvezetőnő nagyon furcsán viselkedik az új feleséggel, az új Mendeli ház asszonyával, és gyakorlatilag ezért nagyon jó a kötetnek az angol címe, mert gyakorlatilag Rebecca úgy a főszereplő, hogy Rebecca nem él már a történet alatt, és mégis ő a főszereplő, és ez nagyon-nagyon-nagyon király dolog, úgyhogy én nagyon haragszom a magyar címért, mert szerintem nyugodtan maradhatott volna Rebecca. Tényleg meg kellene fogadnom a saját tanácsomat, és nem hó végén felvenni az összes értékelést. Ami megmaradt bennem a Rebeccával kapcsolatban az az, hogy alapvetően én részben azért akartam elolvasni, mert én foglalkoztam a gótikus irodalommal így a fősúlis éveim alatt, ami egyetem, de mindegy. Szóval a fősúlis éveim alatt én foglalkoztam gótikus irodalommal, és gyakorlatilag a Rebecca az egy ilyen modernkori eleme ennek az egész hagyománynak, és követ olyan gótikus elemeket, amik kifejezetten a gótikus irodalmi művekre volt jellemző, így a klasszikus szövegekben. És ebből a szempontból egyébként nem is volt problémám a regénnyel, csak ezen túl mindennel volt valahogy mindenféle problémám. Egyrészt a főszereplő egy roppant naív, világról semmit nem tudó lány, és persze nyilván részben azért történik meg vele az, ami megtörténik, mert ennyire naív és nem tud semmit, de egy kicsit olyan érzésem volt végig a kötetben, hogy direkt van ő ennyire bután megírva, különben nem lenne olyan hatásos, meg félelmetes a szöveg. Úgyhogy nekem nagyon fájó volt olvasni egy idő után ezt a regényt és ezt a főszereplőt, főleg, hogy néha olyan érzésem volt, hogy nem csak így a főszereplő van nagyon naívan és egyszerűen felfestve, de hogy még így a szövegszerzője az olvasójában se bízik, hogy dolgokat észrevesz. Nem egyszer volt olyan, hogy egy-egy elejtett jelet, körülbelül két mondattal később már megold a szöveg, hogy nehogy elfelejtsd, hogy itt milyen összefüggéseket kell látni. Van például ez a kendő, ami kiesik egy kabátból, és akkor kiderül majd, hogy ez a kendő, ez Rebeccáé volt, de hogy amikor először odaadják ezt a kieső kendőt a szereplőnknek a kezébe, hogy elejtetted a kendődet, akkor így nem reagál rá, hogy ja, amúgy ez nem az én kabátom, tehát ez nem az én kendőm, és akkor egy fél oldala később, úristen, ez Rebecca kendője. Szóval, hogy ezek tök jó elemek lennének, de ahogy föl volt vezetve, az nekem tényleg olyan érzésem volt, miközben olvastam, hogy így nehogy elfelejtsd, hogy én itt valamit jelezni akarok neked. Hasonló volt az is, amikor a lány eltévedt, és hirtelen a nyugati szányba találta magát, és akkor el volt ejtve, hogy ott valami faburkolat van a nyugati szányba, és hogy ez milyen szép, és akkor a lány az így témfereg, hogy úristen, nem tudom, hova kerültem a házba, és akkor így, ó, jaj, kiderül, hogy ez a nyugati szány volt, szóval, hogy ezek nem segítettek nekem így az olvasás
tekintetében, hogy ennyire nem fogtunk fel semmit, így a főszereplő nem fogott fel maga körül semmit, és ezt még így megtetőzte a központi férfinői kapcsolat, ami... Én nem tudom, ez egy rejtett BDSM kapcsolat volt-e, vagy sem, de hogy... Meg még úgy azt is értem, hogy így meg akartam mutatni a szerző azt, hogy milyen az, amikor egy idősebb, tapasztalt úriember kihasznál egy nagyon fiatal, buta nőt, csak hogyha itt ilyeneket rakunk bele a sztoriba, akkor már nagyon furán veszi ki magát nekem, amikor ilyen kifejezésekkel érek, hogy úgy szeretlek téged, mintha a fiam lennél, mintha a férjem, meg az apám, meg olyan kifejezések voltak, hogy a nő sokszor azt írta le, a főszereplő, akinek egyébként soha nem tudjuk meg a nevét, szóval hogy a főszereplő azt írja le, hogy úgy szeret, mint a kutyáját, úgy simulok a lábához, mintha a kutyája lennék, úgy simogatja a fejemet, mintha a kutyája lennék. Ezekben nagyon sok olyan dolog van, amiben így bele tudom látni, hogy igen, ez egy alárendelt viszony, ez egy kiszolgáltatott viszony, ez egy egyáltalán nem egyenlő viszony, de az a baj, hogy ahhoz, hogy számomra ez egy ilyen működőképes dolog legyen, ahhoz egy csomó dolgot bele kell olvasnom a sorok közé, miközben amúgy a sorok között nincs nagyon sok minden. Szóval, hogy nekem egyáltalán nem tetszett a Rebecca, az én véleményem szerint, és ez az én véleményem egyedül, hogy egyszerűen nincs jól felépítve, és szerintem nincs is igazán jól megírva, hogy miért lett ez ekkora szenzáció számomra egy picit rejtély. Kicsit olyan érzésem van, mintha ez nem is igazán csak a gótikus irodalom egyik eleme lenne, hanem a mostani nagyon menő pszichotriller köteteknek az egyik ilyen elődje, mert itt is van egy nagy csavar, amire épül a történet, és általában ott is nagyon sokszor naív főszereplőink vannak, akik nem jönnek rá dolgokra, és akkor egyszer az egy dologra rájövünk, és akkor így megfordul az egész könyv, és akkor hirtelen rájövünk, hogy az a férfi, akiről azt hittük, hogy tökéletes, egyáltalán nem az, és akkor nem vagyok egy nagy kedvelője egyébként ezeknek a köteteknek, úgyhogy innen nézve egyébként nem olyan meglepő dolog, hogy nem működött nálam a Rebecca. Egyébként azt tudom nektek mondani, hogy többen olvasták velem, és egyébként nekem tetszett a legkevésbé, szóval eleve úgy írtam ki a Moira, hogy ez egy népszerűtlen vélemény, mert a Rebecca-t egyébként nagyon sokan szeretik, ami számomra egy fájó pont, mert én értem, hogy vannak könyvek, amiket mások szeretnek, és én nem szeretek, de hogy ezzel a könyvvel nekem annyi szinten van problémám egyébként. Tehát, hogy van az, amikor egy könyv nem érdekel, van az, amikor egy könyvben olyan dolgok vannak, amik nem hatnak meg, de hogy itt olyan dolgok is rezegtek bennem, hogy Jézusom, na jó, szóval igen. Megnézem a molyos értékelésemet, hogy valamit szeretnék még ehhez hozzátenni. Azt még hozzátenném, és ezt kiemeltem az értékelésembe is, hogy volt egy olyan problémám a kötettel, hogy alapvetően próbálja ezt a bajlós feelinget megadni neked, hogy kicsit borzong, hogy kicsit félj attól, hogy úgy lesz valami. Csak néha olyan érzésem volt, vagy mindig, hogy előbb írta le, hogy fél a főszereplő, mint hogy valami bajlós dolog történt volna, és ez nekem azért volt furcsa, mert amikor már tényleg para dolgok történtek, akkor meg úgy viselkedtünk, mintha nem történne semmi extra. És ez nagyon érdekes volt annál, ahol megérkezünk a Mendeli házhoz, mert ott egy ilyen nagyon borongós úton megyünk végig, és utána a főszereplőt így szíven üti, hogy a rododendron bokroknak a színe az ilyen vérvörös, mert mint hogy a virágnak ilyen vérvörös színe van, és hogy ezek a bokrok, ezek inkább egyébként ugye ilyen halvány, pink, meg ilyen ciklámen színbe szoktak pompázni. Én ezen teljesen kész voltam, főleg azért, ahogy az egész meg volt fogalmazva. De volt egyébként egy olyan rész is, ahol a házvezetőnő volt nagyon-nagyon creepy. És egészen addig a pontig 28-szor leírta a kötetben a szerző, hogy félünk a házvezetőnénitől, mert para a házvezetőnéni. De amikor a házvezetőnéni kézzel ragadja a főszereplőt, és szinte ráncigálja magával, miközben nagyon para dolgokról magyaráz, hogy nem mosta ki a Rebeccának az utolsó Halloween-jét, meg ilyenek, akkor már hirtelen a szöveg nem kezdte el leírni neked azt, hogy mennyire para a szituáció, csak így fél mondatokban meg volt említve, hogy megragadta a kezem, és hogy még mindig nem engedte el a kezemet, de hogy ezen kívül meg nem volt leírva semmilyen lényegi frusztráló érzés, vagy leírás. Szóval, hogy nekem ez nem működik így. Rám így nem lehet hatni. Pedig
szeretem, hogyha valami nagyon szépen építkezik és para. Mint mondjuk egy Antildon játék, az például nagyon szépen építkezik és nagyon para. Szóval, hogy nem mondanám, hogy ezek nem tudnak rám hatással lenni, de nekem ez nagyon-nagyon gyenge volt. Fú, itt ki van írva egy másik idézet, amit nagyon-nagyon szerettem. Az, hogy forrón, fájdalmasan, kétségbe esettel, halálosan szeretem, mint ahogyan egy gyermek vagy egy kutya szeret, az nem számít. Nagyon-nagyon-nagyon sokszor jött elő az, hogy a főszereplő nem igazán tudta kifejezni az érzéseit, a szerző nem igazán tudja leírni az érzéseit, és hogy már megint ott tartunk, hogy a férjének az bizonygatja, hogy ő úgy szeret, mint egy gyermek vagy egy kutya. Itt nagyon-nagyon sok hierarchikus probléma van, de hogy így... Én nem is értem ezt a szituációt, hogy a páromnak azt kezdem el magyarázni, hogy értse meg, hogy én forrón és halálosan szeretem, mint egy kutya. De az igazán kedvenc problémám az egész kötettel az, hogy amikor kiderül egy csavar, amit nem fogok itt elmondani nektek, mert ez spoiler, úgyhogy akik olvasták, ők tudják, akik nem, nem. Ahelyett, hogy a főszereplő reagálna erre a csavarra, hogy úristen, ez történt, nulla reakció. Nulla. És innentől kezdve van egy olyan problémám ezzel a könyvvel, hogy van egy szituáció, van egy kitalált történet, bele van rakva egy karakter, és valahogy olyan, hogy így próbálod összehúzogatni a szálakat, de nem áll össze a kép. Legalábbis nekem ilyen volt olvasni a Rebekát. Mint mondtam, egyedül vagyok ezzel a véleményemmel, teljesen őszintén ez egy olyan klasszikus mű lett az én listámon, amit senkinek nem ajánlok jó szívvel, más klasszikusokat sokkal előbb nyomnék a kezetekbe, úgyhogy én alapvetően elolvastam a Menderihez asszonyát részemről, ez egy felejthető történet, úgyhogy menjünk tovább. Sajnálom, hogy nem tudom, hogy igazán átadni az egészet, mert azért egy kicsit már darabos, és megsárgultak a gondolataim és az érzéseim, de örülök egyébként, hogy a Rebeka után vagyok, mert borzasztó frusztrált voltam az olvasása közben, és bizonyos helyeken olyan szinten triggerelt ez a könyv. Lapozzunk. Olvastam egy Ursula Le Guin kis regényt, ami az egyik legjobb dolog volt ebben az évben, és valószínűleg az elmúlt években, ez pedig a Megtalált és az Elveszett második kötetében található legutolsó kis regény, ami nem más, mint az Elveszett paradicsomok. De azért le csekkolom. Le kellett csekkolnom a ragozás, de Elveszett paradicsomok. Erről is nehéz beszélnem, mert április végén kezdtem el olvasni, már ilyen hónap végi adjatok valamit a kezembe olvasás volt, és nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Eszti ajánlására olvastam. Aki nem emlékszem, hogy videóban beszélte erről, vagy csak egy ponton mindenkinek írta, hogy ez túl jó és olvassátok el. Igaza van, túl jó és olvassátok el. Ez egy sci-fi kisregény, abból is a társadalmi sci-fi oldalról egy több generációs hajón vagyunk, ahol már egy olyan generáció él, aki már nem ismeri a földi életet, mert már a hajón született, és tartunk egy bolygó felé, ahol majd le kell telepedniük, és gyakorlatilag az a feladatuk, hogy kísérletezzenek a bolygón, hogy lakható-e, visszaküldjenek adatokat a földre. Abban lesz nagyon izgalmas ez a szöveg, hogy nagyon sok hangsúlyt fektet arra, hogy mennyire más a hajón élő embereknek a gondolkodása arról, amit gondolnak azok, akik elindítják ezt az egész utazást. Tehát ilyen nagyon jól szembe van állítva az, hogy te így kigondolhatod, hogy hozol egy döntést, és majd azt hiszed, hogy az, akinek az életére ez a döntés hatással van, majd valahogy fog érezni és gondolni, és ott van a szembeállítás, hogy amúgy rohadtul nem az van, amit te gondoltál, meg ahogy te éreztél, és ezek nagyon jól működnek ebben a szövegben. Az egyik legsarkalatosabb pont ebben a tekintetben az a szövegben, hogy az, akik a generációs hajón utaznak, és már nem ismerik a földi létet, ők annyira abban teljesednek ki, hogy az az életük, amit ismernek, hogy egyrészt nincs bennük hiányérzet a földi dolgokra visszavetítve, hiszen nincs tapasztalási alapjuk, főleg amikor már az utolsó olyan ember is meghal a hajón, aki még élt a földön, és ezáltal egészen más kép gondolkoznak dolgokról, másféle döntéseket hoznak, és ez nagyon izgalmas volt. És nagyon sokszor van olyan szövegben, hogy megpróbálja leírni azt, hogy mennyire nehezen képzelik el azt, hogy mi az a
légkör a föld körül, mert hogy ők ugye egy hajó testben bent élnek, és akkor ahhoz próbálják hasonlítani, hogy amikor kimész az űrruhában egy űrsétára, és hogy akkor, de hogy ott még sincs körülötted ugye egy égbolt, és hogy akkor milyen lehetett az az égbolt. Szóval nagyon izgalmas volt ez a szöveg, jó volt a története is, tökéletes a kivitelezés, nyelvileg összelögvén csodálatos, úgyhogy több Ursula Le Guint kell olvasni. Azért volt érdekes számomra ez az olvasás, mert én Ursula Le Guintől egy korai fantasy, ifjúsági fantasy regényét olvastam, ez a Sziget világos sorozatnak a legelső regénye, ami nekem kevésbé tetszett, és akkor is éreztem azt, hogy elkövettem azt a hibát, hogy lehet, hogy tőle nem pont ezzel a szöveggel kellene kezdeni, meg amúgy is inkább sci-fi szerzőként élő a fejembe, bár elég sok fantasyt is írt. De hogy nekem az nem volt egy jó belépő, ezt a kis regényt egy sokkal jobb belépőnek érzem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket írt. Még azóta már vettem is egyébként Ursula Le Guin könyvet, valahol itt van mögöttem, mert jó gyermek vagyok, és hallgatok a tanító szóra. Nem olvastam el a másik három szöveget ebben a kötetben, ha jól emlékszem, a másik három szöveg az a Szigetvilág fantasy sorozathoz kapcsolódik, mert szerintem valószínűleg önmagukban is helytálló történetek, de hogy ezek ilyen külön megjelent történetek, és alapvetően én amondó vagyok, hogy ezért az egy kis regényért is érdemes megvenni és elolvasni ezt a kötetet, vagy még jobb, menjetek el könyvtárba és kölcsönzétek ki onnan, mint ahogy én tettem. Bár előbb-utóbb meg kell majd vennem, mert túl jó volt ez a szöveg, hogy ne legyen meg, úgyhogy ez a szomorú igazság. Nem is szomorú. Ez csak az igazság, a tiszta igazság. A hónap legelején volt Nalinának a multidéző május egyhetes rizatonja, és én részt vettem ezen a rizatonon, és ehhez egy cuki történelmi ismeretterjesztő regényt, kötetet olvastam, ez pedig a Mi vagyunk az egyiptomiak volt, amit beharangoztam nektek ugye a TBR-ban, el is olvastam, mint ahogy ott is latolgattam, ez nem volt egy nagy kihívás, hiszen egy 60 oldalas kis ismeretterjesztőről van szó. És azt kell, hogy mondjam, hogy nekem nagyon tetszett ez a kis kötet, nem is feltétlen olyan oldalról, hogy mennyi mindent tanultam, hiszen nyilván ez fiatalabb korosztálynak van készítve, és Egyiptomról azért elég sok minden rám ragadt az utóbbi években, de az nagyon tetszett a kötetben, hogy úgy mutatja be az ókori egyiptomiakat és az ókori egyiptomi életet, hogy egy-egy foglalkozásban dolgozó ókori Egyiptom szemszögébe fogja beleképzelni magát a szerző, és ők mesélnek neked arról, hogy milyen az ókori Egyiptomban például sírépítésznek lenni, vagy balzsamozónak, kőfaragónak, rabszolgának, sírrablónak. A sírrabló a kedvencem. Fel is olvasnék a sírrablós részből, mert stílusra is van egy elég egyedi stílus ennek a kötetnek, és én például nagyon élveztem. Így kezdődik, én sírrabló vagyok. Az igazi nevemet nem árulhatom el, mert Egyiptomban a sírrablás nagyon súlyos bűncselekmény, és nem szeretnék lebukni. A bandámmal jól megélünk a rablásból, de hatalmas kockázatokkal jár. Két cimboránkat tavaly télen tetten érték. 100-100 buzütést mértek rájuk a templom előtti télen, aztán pedig vízbe folytották őket. Olyat is láttam már, hogy a fáraó parancsára egy sírrablót lefejeztek. ... Nem voltam én mindig sírrabló, azelőtt becsületes életet éltem. Sírásó voltam, és akkor láttam azt a töménytelen kincset, amit a halottak mellé temetnek. Egyszer felfedeztem egy színaranyból készült tükröcskét, egy másik sírba pedig annyi kincset temettek el, ami az egész családom vagyonánál is több volt. A drága kincseket a sírkamra plafonjáig halmozták fel, szóval nem csoda, hogy szemet vetettem néhány darabra. A sírrablás azonban nem könnyű meló. Amikor a papok lezárnak egy sírt, hatalmas kötömbökkel tolaszolják el a bejáratot. Ezeket nekünk kézzel kell kiemelnünk, ami nehéz és veszélyes folyamat. Ha egy lehulló kődarab csapdába ejt, vagy megsérülünk, senki sem segít rajtunk. Arról nem is beszélve, hogy a bandámnak éjszaka kell dolgoznia, sötétben, miközben vadállatok olálkodnak a környéken, sakkálok üvöltenek a sivatagban, és állandóan attól rettegek, hogy egy mérges kígyóra lépek. Olyan is van, hogy a semmiért dolgozunk. Tavaly például 25 nap kemény munka után végül csak egy üres sírkamrát találtunk. Egy másik banda biztos megelőzött bennünket, de az is lehet, hogy a család titokban átszállította egy még titkosabb sírhelyre a kincseket, hogy nehogy megtalálják azt a hozzánk hasonló sírrablók. Nyilván ez egy nagyon játékos stílus, és nem azt akarom mondani, hogy poén dolog sírrablónak lenni az ókori egyiptomi világban, de hogy nagyon sok infó benne volt ebben az alapvetően játékos szövegben, kezdve attól, hogy szoktak áttelepíteni sírkamrákat, vagy hát az ott nyugvó embereket egyik sírkamrából egy másik erre, hogy titkosabb helyen legyenek, hogy ugye simán előfordult az, hogy többször kiraboltak egy sírkamrát, és mondjuk mire te odaértél, már nem volt ott ugye semmi. Folytatva azzal, hogy milyen büntetések vártak azokra, akik ugye sírokat raboltak,
és csak az az egyszerű tény is itt van ebben a szövegben, hogy ugye amikor lezártak egy-egy sírt, akkor ugye egy hatalmas torlasszal olyan szinten elzárták a bejáratot, hogy oda tényleg azért trükkös volt bejutni, szóval én nagyon-nagyon élveztem ezt a kötetet. Volt benne egy ilyen csodálatos Nílus térkép is, egy idővonal, amin én egyébként elkezdtem végigmenni, és egy ponton rossz irányba követtem a nyilat, de semmi baj, Andrea, örülök neked. Istenek, istennők, tehát hogy nem csak a foglalkozások szempontjából járja körbe a kötet az ókori Egyiptom életet, de ugye ilyen fontosabb pillanatokat is említ, mint ugye az egyiptomi építészet, a síroknak a kis keresztmetszete. Úgyhogy nagyon örültem, hogy volt lehetőségem ebbe a kis kötetbe belelapozni, nyilván nem én voltam a célközönség, de egy tök jó kis kiadvány, úgyhogy ha esetleg felkeltettem az érdeklődéseteket, akkor hajrá, hajrá! A következő könyv, amit olvastam még májusban, az nem volt más, mint a Jók és Rosszok iskolájának az első része. Szerintem ezt valamelyik videóval is hangoztattam, hogy megnéztem a filmet, és túl jó volt. Azóta, amióta elolvastam ezt a részt, a filmet megnéztem még egyszer, és még én mindig azt mondom, hogy túl jó az a film, túl szórakoztató. Nagyon-nagyon szerettem, és alapvetően az olvasással kapcsolatban ilyen vegyesek az érzéseim. Egyrészt, és ezt nem csak én mondom, nagyon sok értékelésben láttam, túl van írva ez a sorozat, a maga 550 oldalával néhol azt éreztem, hogy túl lassan vannak vezetve egy mondatok egymás után, szóval szerintem, hogy egy kicsit megnyírbáljuk, akkor még mindig egy nagyon jó kis történet maradna belőle. Ezen kívül viszont nem nagyon tudok rossz dolgot felhozni rá. Én nagyon élvezem ezt az egész mesevilágos megfordítást. Ugye itt két lányt követünk, akik elkerülnek a Jók és a Rosszok iskolájába. A jó iskolában képzik a hercegnőket és a hercegeket, a Rosszok iskolájában megképzik azokat, akik majd ugye a... Mi a villannek a magyar megfelelője? A gonoszokat képzik, tehát a boszorkányokat, meg a hasonló lényeket, és én nagyon bírtam ennek a könyvnek a humorát, nagyon jó szerintem maga a történet, és tényleg az egyetlen negatív dolog az, hogy néhol megül. Na most, hogy mennyire szerettem volna a könyvet a film nélkül, azt nem tudom nektek megmondani, viszont most olvasom a második részt, úgyhogy az már egy picit így ennek a tesztelése lesz, mert itt ugye még nagyon elvitt az, hogy bennem volt a film, bár egyébként vannak egészen nagy különbségek a kötet és a film között. Nem gondolom, hogy ez jó vagy rossz lenne, lényegtelen, csak olyan szempontból mondom, hogy azért nagyban befolyásolt, hogy előttem voltak a szereplők, meg úgy bennem volt ez az egész filmes vibe, és ezt vittem át a könyvbe is. Maga a kötet szerintem ifjúságként van vezetve, de inkább az ifjúságnak az alsó korosztálya így a cél, ezért nekem néhol ilyen middle grade feelingem volt olvasás közben. Ez abban testesül meg, hogy valahogy az ennyire fiatalabb korosztálynak írt regények sokszor unalmasak számomra akkor is, hogyha nem gondolom rossznak azt a könyvet, és itt is azt éreztem, hogy néhol azért unatkozom egy picit, mert hogy így egész egyszerűen nem én vagyok a fő korosztály, akinek íródott ez a kötet, és azt vettem észre, hogy hangos könyvben viszont nagyon kajálom a middle grade-et, úgyhogy részben hangos könyvben hallgattam egyébként a Jók és Rosszok iskoláját, és itt tök jó élmény volt, mert nagyon jó a hangos könyvnek a felolvasója. Hogy végig fogom-e nyomni az egész sorozatot, ezen a ponton nem tudnám még megmondani. Az szerintem sanszos, hogy a harmadik rész, mert hogy az első három rész az egy egybefüggő trilógia. Azt még lehet, hogy júliusban lenyomjuk a többiekkel, de most júniusban a második részt olvasjuk pont most. Elolvastam májusban az egyik új, friss, fumaxos megjelenést, ami nálam van, ez pedig nem volt más, mint az Assassin's Creed manga sorozatnak az első része, a Shao Jun pengéje. Azt élveztem a legjobban ebben a mangában, hogy abszolút olyan volt olvasni, mint játszani. De eleve nagyon röhögtem, mert itt a legelső oldalon már így bemutatja, hogy ki a főszereplőnk, a Shao Jun, hogy van Wang Yangming, aki egy tudós és harcos, és hogy van a 8 tigris, akik a császár pártfogását élvező zsarnoki eunuchok csoportja, de vajon kik is ők valójában, és így egyből megvolt ez az AC feelingem, hogy oké, ebben a részben nem a kultisztokat fogjuk megölni, mint a görög játékrészben, hanem itt a 8 tigrist fogjuk folyamatosan leszedni, és ez lesz a küldetés.
ez valamiért így nagyon ilyen hasonló dolgokat penget. Tehát ilyen nosztalgikus érzés volt egyébként olvasni. Annyit kell tudni erről a kötetről, hogy Kínában játszódik időszámításunk 1526-os évében a Ming dinasztia uralkodásának az idején, és Shao Jin fogjuk követni, aki egy asszaszin és visszatér Kínába. Igazából minden AC játéknak valahogy az lesz a lényege, hogy vagytok ti és a templomosok, vagy vagytok ti és egy ilyen másik csapat, és nincs igazság köztetek, és te egy bérgyilkos vagy, tehát mész és lemészárolod az ellenséget, mert azt gondolod, hogy ezzel teremted meg a békét, vagy ezzel állítod helyre az egyensúlyt. Úgyhogy ilyen szempontból semmilyen AC játék nem fog neked egyébként zsákba macskát árulni. Miután ezt elolvastam, utána egyébként elkezdtem játszani a kínai résszel, mert hogy ez kapcsolódik egy játékhoz, ami olyan szempontból egy érdekes AC installáció, hogy ilyen kétdés pályákon szaladgálsz, de közben mélységet raktak a pályába, tehát nem teljesen 2D az egész, de hogy nem olyan, mint amikor a valamelyik, nem tudom, melyik részt mondjuk volt a kalózos rész, amikor ott a szigetvilágban kalandozol, és akkor ott a kis fákon ugrálsz, hanem itt ugye sokkal szűkebb pályák vannak, sokkal inkább ez a régi játék feeling van meg, hogy egy-egy szintet teljesítesz, de alapvetően nagyon hangulatos és nagyon jól néz ki, és a manga szinte full-full leköveti a PC-s játékot, szóval én azt ajánlom, hogy ha esetleg még nem játszottatok a játékkal, akkor lehet, hogy előtte a manga sorozatot érdemes pörgetni, mert tényleg szinte ugyanaz lesz, mint a játék. Ha megjátszottatok a játékkal, akkor ez egy tök jó nosztalgia, mert nagyon jól hozza a hangulatot egyébként. Szerintem szépen is van megrajzolva, alapvetően elégedett vagyok. Nagyon meglepő volt, hogy elolvastam ezt a mangát, ugye? A hónap egyik meglepő állomása volt a Felszabadultan élni Michael A. Singertől, ami egy önsegítő kötet, amit én angol hangoskönyvben hallgattam, csak magyarként jelöltem be a bajot, mindegy. Dusta voltam felvinni angolul. Nem tudom, hogy lyukadtam ki ennél a kötetnél. Szerintem a magyar megjelenések között szúrtam ki, és utána valahogy belegabajodtam, és az egyik legpozitívabb élményem lett ez önsegítő könyvekkel kapcsolatban. Már korábban beszéltem róla, hogy én nem szeretem az ilyen típusú könyveket. Nagyon ritka az, amikor én ezeket befogadom, vagy be tudom fogadni. Nagyon sokszor valószínűleg a stílus az, ami nálam így elmegy. Ritkán veszek fel stílust. Most volt egy másik könyv, amit pont Levi olvasott, és például ott a narrátor stílus az engem egyáltalán, meg a igazából a szerző narrálta fel a hangos könyvet, és se a szerzőnek a stílusa nem tetszett, se a narrálási stílus, se az egész, szóval, hogy az így meg is bukott nálam teljes mértékben, de ennél a kötetnél valahogy kitartottam, és volt benne olyan, amit el tudtam vinni magammal. Nekem az egyik nagy problémám ezekkel az önsegítő könyvekkel sokszor az, hogy egy-egy témaköré épülnek, és úgy érzem sokszor, hogy egy-egy gondolatnál többet nem tudok belőle kinyerni, és itt kicsit azt éreztem, hogy itt több minden volt ebben a kötetben. Nem mondom, hogy ez a legjobban megírt kötet, mert borzasztó sokban az ismétlés. Ez a többiek értékelésében is olvastam a többi köteténél, a szerzőnél, hogy nagyon amerikai is egy picit ebből a szempontból, meg hogy ilyen nagyon-nagyon mondja újra és újra ugyanazokat a dolgokat, de hogy ezt leszámítva voltak benne nagyon érdekes gondolatok, meg biztos, hogy utána lehetne nézni, hogy ez most melyik tanításnak a melyik ilyen metódusa, de alapvetően nekem azt tetszett nagyon, hogy és ez most egy ilyen random kiemelés lesz, ezt amúgy a molyos értékelésembe is leírtam, ez is írtam egy ilyen nagyobb vekengést. Különbséget tesz a kötet az automatikus gondolatok és a manuális gondolatok között. Nem tudom, hogy fordították a magyarba, én így fordítottam le magamba. Az automatikus gondolatok azok, amiket úgy érzel, hogy így beugranak a fejedbe, és nem te gondolsz rá aktívan, hanem nincs tudom, ránézek a könyvespolcomra, és mondjuk eszembe jut, hogy úristen, mennyi olvasatlan könyvem van. Most direkt egy negatív gondolatot mondtam, mert ezekre jobb építeni példákban, de egyébként nem ezt szoktam gondolni, ha ránézek a könyvespolcomra. Általában azt szoktam egyébként elsőre gondolni, hogy jóisten, már megint tele vannak pakolva mindenféle szírszorokkal a polcok, mert mindig csak oda dobok valamit éppen, ahol vagyok. És hogy vannak a manuális gondolatok, amiket meg te generálsz, tehát, hogy mondjuk én most aktívan akarok valami pozitívra gondolni a könyvespolcom kapcsán, ami pedig az lenne, hogy annyira jól néz ki, hogy egymás mellett 4 könyvespolc van, és mindig jó rá emelni a tekintetemet. És ebben az az érdekes, szerintem,
hogy valamiért az automatikus gondolatokat jobban jogosabb, erősebb gondolatoknak érzem, hiszen azokra nem én gondolok, hanem úgy jönnek valahonnan. És az a rossz, hogy ez nagyon sokszor pont a negatívabb gondolatokat hozza, és azt erősíti. És az volt az érdekes a kötetben, hogy nagyon hangsúlyozza azt, és példaként is hozza, hogy egyfajta ilyen gondolati újraírás az, hogy mondjuk direkt ezeket a negatív gondolatokat, főleg ezeket a negatív automatikus gondolatokat, pozitív manuális gondolatokkal próbáld átforgatni, és ez nem egy új keletű dolog, mert nyilván a pozitív gondolkodás, meg ezek máskor is szembe jöttek veled, meg nyilván mindenki szokta mondani, hogy ne a rosszra fókuszálj, hanem a jóra, mert szóval egyszerű. Viszont, hogyha azt a részét fogod meg, hogy mondjuk, ha te is úgy érzed, mint én, hogy ezek az automatikus gondolatok erősebbek, mert generálódnak maguktól a fejedben, tehát jobban a magadénak érzed, mint azt, amit mondjuk te úgy érzed, hogy abban a pillanatban gondolsz, vagy gondolni akarsz, vagy arra akarod magadat vinni gondolatban, de hogy ez amúgy tök fals, mert miért lenne kevésbé a te gondolatod, mind a kettő a tiéd gyakorlatilag 50-50 alapon. És nekem ez volt egy kicsit ilyen felszabadító gondolat, hogy ha tele is vagyok ilyen negatívabb gondolatokkal, ne érezzem azt, hogy az, amivel megpróbálom változtatni, vagy hogy az, amire én viszem a figyelmet, az nem lesz kevésbé fontos, vagy kisebb erőnléttel rendelkező gondolat, mint ez a másik. A másik dolog, ami érdekes volt, abban nem mennék most bele, mert nem igazán tudom nektek visszaadni, az az volt, hogy szintekre osztja azt, hogy ki vagy te valójában, és az egész gondolatot onnan kezdi, hogyha megkérdezi valaki tőled, hogy hello, te itt vagy, akkor persze azt fogod mondani, hogy hello, itt vagyok. De hogy ez pontosan mit jelent, és ez nagyon spirituális ez a könyv, úgyhogy ez egy nagyon spirituális irányba viszi el ezt az egész témát. Azt tetszett benne még, hogy leválasztotta azt, hogy nyilván meghatároz minket az a nagyon minimális szegmens a világból, amiben élünk, ami a nagyobb világból még ebbe a szegmensbe bekerül, és nyilván meghatároz minket az erre generálódó érzéseink és gondolataink, de hogy alapvetően nagyon leválasztja azt, hogy nem vagy egyenértékű az összes érzéseddel, összes gondolataiddal és azzal, amit a világból megélsz, mert hogy ezek ilyen több rétegű dolgok. Ez is egy picit ilyen felszabadító gondolat volt számomra, hogy lehet, hogy most ilyen rosszabb időszakban vagyok, vagy lehet, hogy most ilyen rosszabb érzések vannak bennem, de hogy ettől nem leszek mindig ilyen, meg hogy ez változni fog, meg változhat. Tehát, hogy voltak ilyen jó gondolatai. Lehet, hogy ennek a könyvnek egyébként nem ez volt a célja, de én kicsit ilyen dolgokat raktam el magamnak, és alapvetően a stílusról is ki voltam bekülve. Mondom, ez a gondolatismétlés, ez target ilyet, de azt elnézzük neki, egy 4 csillagos értékelést kapott tőlem ez a kötet, ez teljesen jó. Májusban elindult a magyar szerzős projektem, az Olvassunk még több magyar szerző című projekt, és ennek az egyik kötete nem más volt, mint Smal Rózától a Nagy folyók haragjának az első része, a Ladan könyve. Ez egy nagyon szépen illusztrált magyar ifjúsági fantasy történet, és így a Trónok harca mesén szokták emlegetni, bár ez egy picit félrevihet, úgy gondolja erre a történetre, hogy meg fogsz ismerkedni egy világgal, aminek egyébként a térképét csapt fel már a könyvesboltban, és ebben a világban különböző nemesi családokat fogsz követni, akiknek egyébként címerük van, fontos a címer, hogy mi van a címeren, szóval egy picit hasonló, mint a Trónok harcánál a címer és a mottója a családnak, de hogy alapvetően ebben a történetben az egyik családnak a főbb családtagjait fogjuk követni, és ők nagyon sok helyszínen meg fognak fordulni ebben a világban, mert egy picit ilyen üldözött sors jut nekik. Amikor annak idején megjelent ez a regény, akkor a külalakjával egyből felkeltette az érdeklődésemet, és aztán itt-ott hallottam róla jókat, alapvetően sokan dicsérik, úgyhogy megjött hozzá a kedvem, és most eljött az idő, hogy elolvassam ezt a kötetet, és itt is egy népszerűtlenebb véleményt fogok képviselni, én ugyanis annyira nem szerettem a Ladan könyvét. Néztem így Molyos véleményeket is, meg a többiek véleményét is, és nem tudom, mennyire akarja, hogy őt néven nevezem, de hogy van egy booktuber, akivel még így osztjuk, hogy én vagy ő szenvedett jobban ezen a köteten, bár valószínűleg ő nyer ebben a harcban, de alapvetően nagyon sokan szerették olvasni ezt a kötetet, most is, amikor én olvastam, meg a booktuberek közt is volt, aki jobban szerette, mint én. Egy kötet után én azt abszolút el tudtam dönteni, hogy nem fogom folytatni ezt a sorozatot, mert egyébként pont mostanában jelenik meg a harmadik része. A legfőbb oka annak, amiért én nem szerettem olvasni a Ladan könyvét, az az volt,
hogy aránylag sok minden történik benne, aránylag hosszú idő alatt, de minden nagyon rövid fejezetet kap, és minden egy-két mondattal van szinte felépítve. Tehát nekem egy picit felületes maradt a regény abban a tekintetben, hogy jobban belemásztam volna a karakterekbe, érzésekbe, és hogy egy-két ilyen helyszínt úgy igazán jobban megismerjünk így a karaktereken keresztül. És egész egyszerűen én nem tudtam elmerülni így ebben a világban, mert tudtam, hogy ilyen nagyon rövid részletekben fogom majd megtudni, hogy vele mi történt, és itt mi történt, és ott mi történt, és nekem ez annyira nem tetszett. Amit még nem szerettem benne, az az volt, hogy a legfőbb izgalmi faktort szerintem az adja, hogy ki mikor nem halt meg. Ez lehet, hogy egy picit spoileres, és sajnálom, de hogy a kötet nagyon sok izgalmi faktora arra fog építeni, hogy bizonyos emberek, akik bujkálnak, per akikről azt hittük, hogy örökre eltűntek, per meghaltak, azokról úgy általában mindig kiderül, hogy nem. És amikor így a legutolsó oldalakon egy olyan szereplőről is kiderül, hogy ő még él, amit egyébként nagyjából sejtesz a kötet eleje óta, már egyszerűen nem tudott megérinteni, mert annyira megszoktam, hogy valaki mindig előkerül valahonnan. És örültem volna, hogyha ezen túl lesznek más ilyen izgalmas faktorok, így alapvetően a majdnem 500 oldalas, vagy már több is, mint 500 oldalas regényben. Nekem akkor tetszett volna sokkal jobban, hogyha egy picit mesésebb és picit fantasztikusabban vannak összefűzve a történetek, mert nagyon sokszor olyan érzésem volt, hogy ez egy olyan világ, ahova egy esténként leülsz, és egy-egy fejezetet felolvasol mondjuk a kisugodnak, kisöcsének, vagy mondjuk a gyermekednek, és mindig nagyon könnyű visszamerülni ebbe a világba, mert ugye nem hosszúak ezek a fejezetek, tehát lehet alapvetően könnyen darabokban haladni, de hogy nekem sajnos így nem működött. És egyből rosszul is éreztem magamat, hogy elindítottam ezt az egész olvasunk több magyar szerzőtől, mert nagyon jó élményeim voltak az utóbbi időben, és sajnos pont rányúltam egy olyanra, amit én kevésbé tudtam szeretni, de nagyon aranyosak voltatok, többen írtátok, hogy örültök, hogy volt ez az olvasás, és hogy szerettétek a könyvet, és hogy nem bánjátok, hogy elolvassátok velem, úgyhogy alapvetően ezért már megérte, úgyhogy a kötetet pedig el fogom ajándékozni, ugyanis van egy booktuber, aki azt mondta, hogy ő még szeretné elolvasni, és szívesen fogadja a kötetet, úgyhogy új gazdára fog leelni. Aminek nagyon örülök, mert nagy szeretettel fogom odaadni, mert jobb helye lesz, mint nálam a polcokon. Május végén tartott Szanna egy ridatont, ez volt a Görög Goddess Ridaton, görög istennők által ihletett ridaton, ahol görög istennőkhöz tudtál áldozni és olvasni, és ez alatt az egy hét alatt én 3 pontot teljesítettem, az egyiket egy regénnyel, ez volt a Pillangólány, és a másik 2 pedig webtoonokkal. Kezdjük a webtoonoknál. Egyrészt azért kezdjük a webtoonoknál, mert a legutóbb a Sub-Zero-t csak megemlegettem, de végül szerintem nem meséltem nektek igazán róla, és ez egy olyan webtoon, amivel már a 109. rész körül járok, szóval már egészen sokat olvastam belőle, és ide a Readathonra is olvastam, ebből fogalmam sincs hány fejezetet, mert teljesen őszintén nem jegyeztem, mert nem tartottam fontosnak, csak ezt a webtoont választottam Artemishez. A Sub-Zero az egy olyan fantasy világban játszódik, ahol 2 sárkány klán évszázadok óta harcban áll egymással, mert hogy van egy ilyen misztikus történet, hogy volt a Crimson Dragon, a vérvörös sárkány, nem tudom mi a Crimson magyarul pontosan, meg a Blue Dragon, az azúr sárkány, és hogy ez a 2 sárkány gyakorlatilag választott magának egy-egy családot, amikben ilyen földi halandókon át is öröklődik ez a sárkány vérvonal, és egyébként ezek a családok, vagy hát ezeknek a családoknak a tagjai fel is tudják venni a sárkányformát, és vannak különböző random dolgok, amit tudnak csinálni, meg egyébként gyorsabban gyógyulnak, tehát hogy ilyen különleges családok lettek ezek, és hát nem véletlenül ezek irányítják a 2 birodalmat, akik 300 éve hadban állnak egymással, és részben azért, mert ez a 2 sárkány hadban áll egymással, de nagyjából ennyi az alapozása annak, hogy ezt kell a kiinduló ponton tudnod, hogy van ez a 2 terület, van ez a 2 klán, a 2 sárkánnyal, és hogy ezek így évszázadok óta harcolnak és utálják egymást, meg a leggonoszabb embernek gondolják egymást, meg ilyenek. És akkor a történet az ott veszi kezdetét, hogy vannak olyanok, akik már próbálnak a békekötés irányába elmozdulni, és a
vörös sárkány ifjú hercegéhez hozzá akarják adni az azúr sárkány családnak a hercegnőjét. Tehát egy ilyen házasítós, egyesüljön a két klán, próbáljunk meg békét kötni egymással, történet indul el, de alapjaiban ez egy romantikus fantasy történet, tehát nagyon nagy hangsúly van azon, hogy ők, a két főszereplő, hogy találkozik egymással. Nagyon központi része a történetnek, hogy ez az egész sárkányokkal való kapcsolat mire épül, hogyan épül. Ezzel kapcsolatban vannak ilyen szálak, amik kiderülnek, ami most már spoiler, úgyhogy ezt így nem mondanám el, és hát ugye egészen más lesz a tapasztalása a Clove-nak, amikor elkerül a vörös sárkány területre, és ugye akkor ott valamilyen szinten egyedül marad, és akkor vannak ilyen merényletek, mert akkor van egy ilyen shadow társaság, akik most nem is jut eszembe a nevükbe, és akkor közben egyébként a vörös sárkányoknál meg van egy ilyen kétszemű karakter, akinek két színű a szeme, és kicsit olyan két színű karakternek tűnik, ha-ha-ha, úgy nagyon para a bácsi, meg kicsit levernét péklapáttal, de lényeg a lényeg, a központi romantikus szál nagyon jó, a csávót imádom, a csávót annyira imádom, hogy ő a telefonomnak a háttérképe jelenleg, de olyan időhúzás van ebben a webtoonban, hogy megeszem a kalapomat, tehát, hogy így készítsétek fel magatokat, ez nem spoiler, mert úgy döntöttem, hogy ezt tudnotok kell, hogy elkezditek olvasni a Sub-Zero-t, és mondjuk azt várjátok, hogy ez ilyen lesz, mert amúgy nagyon jó jelenetek vannak a főszereplőink között, de hogy nagyjából a 75. fejezetig egy csók csattant el, és azért sem azért, mert csókolózni akartak, és így. 109. fejezetben semmi extra nem történik egyébként, de ez volt az a pont, ahol oda jutottam el, hogy én nagyon bírom ezt a sorozatot, de muszáj leraknom egy kicsit, mert annyira nem léptünk előre ebben a tekintetben, és én már úgy szeretném, hogyha nem csak így egymás mellett vegzálnánk folyamatosan. De egyébként ezt a számít, hogy nyilván nem csak erről szól ez a webtoon, de nagy részt erről szól. De a mellék karakterek szálain is vannak ilyen romantikus dolgok, és ott is van olyan, hogy... Szóval fogom még folytatni, de most egy picit pihenőpályára raktam. A rajzolása csodálatosan szép, úgyhogy ha ilyen típust kerestek, akkor egyébként én ezt nagyon ajánlom. Oké, a másik webtoon, amiről beszélünk el röviden, az a Pandaworld lesz, ami egy HD-s Persephone retelling, és pontosan azért olvastam el ezt most a Readathonra, hogy legalább az egyik történetnek ugye görög mitológiához kellett kapcsolódnia, és ez volt ez a történet. Ha szeretnétek valami szépet, csak azért, hogy gyönyörködjetek, akkor ez egy csodálatosan szépen rajzolt webtoon. Bár most hirtelen elgondolkoztam, hogy olvastam olyan webtoont, ami nem volt csodálatosan rajzolva, és igazából igen, szóval ez egy csodálatosan megrajzolt webtoon, nekem nagyon-nagyon tetszett. A Hades Persephone történet retelling része az egy picikét uncsi lett, de nem hiszem, hogy ez a Pandaworld hibája, hanem az utóbbi időben többször jött velem szembe kifejezetten ennek a két istennek a története, és néztem egy olyan hosszabb videót, ami azt taglalta, hogy ezekben az új hullámos Hades és Persephone történetekben mi az, ami teljesen másképp van vezetve, mint ami valójában a régi szövegekben volt. Az egyik olyan booktubernek néztem erről videóját, aki konkrétan ebből doktorizott, és ennek a területnek a szakértője, és egy tök jól összerakott videó volt arról, hogy konkrét részleteket is kiidézett régi görög szövegekből, hogy is történt ez a Hades és Persephone dolog, és kicsit azon is így gondolkozik a videóban, hogy miért vannak ezek a változások, és például Demeter alakja az egyik ilyen érdekes változás, hogy most egy ilyen olyan nő alakként jelenik meg nagyon sokszor ezekben a történetekben, aki indokolatlanul óvja, és így az élettől is el akarja zárni a lányát, miközben egyébként az eredeti mitológiai történetben egy ilyen borzasztóan erős anyafigura, aki igenis utána megy, hogy a tőle elrabolt lányát adják neki vissza, és szóval hogy lényeg az, hogy ebben mivel belemásztam, ezért már így alapvetően a Hades és Persephone történet száll kevésbé izgalmas számomra, mert már tudom, hogy mi fog történni többszörösen, hogyha a Lore Olympus mellett kell mondjuk esetleg így azon gondolkoznom, hogy Lore Olympus vagy Pandaworld, mind a kettő csodálatosan szép, nagyon más stílusban vannak rajzolva, kicsit más a feelingje is, a Lore Olympus az egy picit ilyen vadabb 21. századi, szerintem, a Pandaworld meg egy picit klasszikusabb, de közben az is nagyon poén, meg nagyon jó humora van a Pandaworldnek, úgyhogy ajánlom sok szeretettel.
Mondom, én azt a részét úgy zsízom egy kicsit, hogy mivel tudom, hogy milyen fordulatok vannak a Hadész és Perszefóné történetben, ezért így az kevésbé viszel egy ilyen olvasásnál, és el is gondolkoztam azon, hogy mennyire akarok-e még Hadész és Perszefóné történetet olvasni, miközben egyébként pont fogok kapni egy ilyen könyvet, szóval good for me! Elkezdtünk a hónap utolsó olvasásához, pedig nem volt más, mint egy újabb magyar szerzős kötet, amit bele nyomtunk még májusba. Nem volt kifejezetten májusra tervezve, de elolvastuk többen Kiarától a Pillangólányt. Ő egy erotikus, romantikus, kortárs magyar történet, és ezt onnan is tudhassátok, hogy bizony szafírpöttyös alatt jelent meg, nem véletlenül, szóval abszolút nem vöröspöttyös kötetként kell rá gondolni. Csodálatosan szép egyébként a kiadás, gyönyörű élőben is ez a pillangó egyébként a kötetem, meg ilyen kis dombor nyomott, meg fényes, meg minden, szóval csodaszép. Én ezt a regényt azért akartam elolvasni, mert olvastam a szerző novelláját a Csak mi ketten kötetben, amit nagyon-nagyon szerettem, és innentől kezdve ez egy ilyen ugródeszka volt nekem, hogy akkor elolvasom a Pillangólányt. Alapvetően nem akartam elolvasni sokáig, nem tudom, hogy pontosan miért, mert erotikus vonalon tudtam róla, talán magyar szerző vonalon is tudtam róla, lehet, hogy azért nem akartam elolvasni, mert hogy a szerzőnek az első regénye volt, és lehet, hogy ez ilyen visszatartó erő volt bennem, illetve amikor megjelent, akkor szerintem éppen nem olvastam ilyen erotikus romantikusokat igazán, de most egyáltalán nem meglepő, hogy eljutottunk ideig, és nagyon örülök, hogy elolvastam a Pillangólányt, mert ő is egy olyan erotikus romantikus volt, amit felrakok arra a polcra, ahol azokat a könyveket tárolom, amik szerintem jó irányból közelítik meg az erotikus jeleneteket, és azt fogalmaztam meg magamban, hogy nálam akkor működik igazán egy erotikus regény és abban az erotikus jelenet, hogyha egy központi szerepe van a történet szempontjából, és nem csak beletűzdeljük egy romantikus történetbe azt a szexjelenetet, hiszen a romantikus kapcsolatnak része a szex a legtöbb esetben, központi szerepe van, ez fontos, illetve hogy a különböző jeleneteknek a megközelítése és az azokban történő leírások érzelmi oldalról legyenek táplálva, mert hogy a 50-ben sem volt olyan izgalmas, amikor azt követtük, hogy melyik végtag hova kerül éppen, és most akkor azon gondolkozol, hogy jobb vagy a bal lábát tette a kis asztalra, volt egy ilyen rész benne, de mindegy, és nekem a Pillangólány ezt nagyon hozza, és ezért is adtam meg neki az 5 csillagos olvasást, mert amikor egy olyan erotikus regény kerül a kezembe, ahol azt érzem, hogy jó az erotikus jelenet benne, akkor én ezt így külön szeretem kiemelni. Ezt egyébként legelőször egy megcsalós külföldi kötetnél fogalmaztam meg magamban, ez volt a The Affair, konkrétan ez volt a címe. Ott elég sok mindennel volt problémám olyan szempontból, hogy történettel, karakterekkel, de az erotikus jelenetek azok nagyon-nagyon ott voltak, és itt is hasonlóan érzek ennél a kötetnél, de itt egyébként rá tudom húzni a történetre azt is, hogy nagyon szerettem a paranormális szállat, ugyanis van benne egy paranormális történetszál, és alapvetően a két szereplőnk, akiket követünk, az Virág és Gábor, akik egy ponton elkezdenek egymásba kabajodni és összejönnek, tehát hogy romantikus-erotikus regényről van szó, viszont ez egy tabu regény szintén, ugyanis Gábor a kötet elején még Virágnak a tanára, annyiban van enyhítve így az egész szituáció, hogy Virág már elmúlt 18 éves, konkrétan 19 éves a kötet elején, mert hogy egy évet elveszített így a középiskolai évekből, tehát úgymond már nem kiskorú, viszont alapvetően, hogy Rubi szokta mondani, azért a tanár-diák viszony az egy olyan alap, amiben nem jó, hogyha ilyen szinten belenyúlunk bármelyik oldalról, meg ugye a visszaéléseknek eléggé ott van az alapja. Itt viszont a történet nagyon arra fog ráfókuszálni, hogy Virág és Gábor mennyire megtalálják az összhangot, és Virág egy nagyon elveszett karakter, nagyon sok rossz dolog történt már vele, elvesztette a szüleit, és ez a paranormális képessége, ami van, ez egy plusz egy zsák, amit cipel igazából mindennel együtt, és amikor meg is megkerül Gáborral, akkor ez így ebbe be fog épülni, egy kicsit felélegzik, de aztán nyilván majd jönnek a bonyodalmak. Gábor pedig egy 39 körüli irodalomtanár, aki nagyon magának való, így a családjában is volt valaki, azt hiszem, aki mindig próbálta valakivel összehozni, de hogy nagyon ilyen magánzó típus, meg ilyen magányos farkas típus, és hogy alapvetően Virágban találja meg így az ellenpontját.
és alapvetően én szerettem az ő párosukat, szerintem jól is volt felépítve a feszültség, Virágnak két oldala van, mondhatjuk így, és amikor Gábor először találkozik a sötétebb oldalával, akkor szerintem ez így tök jól játszott bele abba, hogy milyen az, amikor ők ketten az iskolában, az iskolai szituációban vannak, és milyen az, amikor találkoztak így a sulin kívül. A kötet egyébként nagyon-nagyon befókuszál erre a két szereplőre, tehát alapvetően azt mondanám, hogy azon kívül, hogy követjük őket, nem fog más történetszál belekerülni, egyedül ez a paranormális szál van. Amit még nagyon szerettem a kötetben, hogy vannak benne kisebb mellékszereplők, akik szerintem tök jó irányba voltak beleírva a történetbe. Sokszor szokott az előfordulni, hogy az ilyen típusú erotikus, romantikus regényeknél unom a mellékszereplők részeit, mert vegyük a Love Hype-ot, ugye ott mindig azt vártam, hogy mikor találkozunk megint Adammel, hogy Olive és Adam milyen interakcióba kerülnek egymásra, és akkor voltak azok a részek, amikor Olive a sulistársaival voltak, és én ezt nagyon untam. De itt az történt, hogy Atis és Dóri karaktere is nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy úgy hallottam, hogy lehetséges egy második kötet. Olvasnám. A történet talán egy picit megül egyébként a közepén, de alapvetően én végig nagyon élveztem olvasni, meg nagyjából ilyen 2-3 nap alatt megkajáltam az egészet. Még a vers részleteket nem említettem. Az egyik különlegesége ennek a történetnek az, hogy ugye Gábor irodalomtanár, tehát neki alapvetően is fontosak a versek, és közel áll az életéhez, ugye az oktatás miatt ugye a versoktatás is ugye nagy része az életének. Virág viszont alapvetően egyfajta menedéket talál nagyon sok versben, és ő is olvas a szabad idejében verset, és van egy olyan rész a kötetben, ahol verseken keresztül kommunikálnak, ami szerintem nagyon-nagyon szépen van összehúzva, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon-nagyon élveztem ezt a kötetet. Alapvetően azt tudom mondani, hogy ha az erotikus, romantikus regényeket szeretitek, akkor mindenképp olvassátok el a Pillangólányt. Hogyha az erotikus regényeket szeretitek, de nem szeretitek a tabu témás regényeket, tehát hogyha kiveri nálatok a biztosítékot az, hogy tanár-diák viszonyban benne, akkor ne olvassátok el. Ha nem veri nálatok ki a biztosítékot, olvassátok el, nagyjából ez az ajánlásom. Meg alapvetően tényleg azt gondolom, hogy szeretned kell az erotikus regényeket ahhoz, hogy ezt a kötetet el akard olvasni, mert tényleg nagyon sok jelenet is van benne. Ha pedig esetleg az én ajánlásom után olvassátok el, akkor jelezzétek kommentben, vagy a molyon, mert tök kíváncsi vagyok, hogy kinek hogy tetszik ez a kötet. Nekem tényleg egy személyesen nagyon meghatározó olvasás volt, úgyhogy úgy néz ki az eddigi évem, hogy Szabó Krisztina után, az ellopott kívánság után az egyik nagy meghatározó olvasás élményem Kiarától lett a Pillangólány, úgyhogy úgy néz ki, hogy ezt az évemet részben a Könyvmúj képzőnél megjelent fiatal tehetséges magyar szerző nőknek szenteljük, meglátjuk még, hogy egyébként erre a polcra felkerül-e még valaki idén. Azt a paszta, tipő paszta, ez is egy jó hosszú videó lett, pedig nem érzem azt, hogy rengeteg könyvet olvastam volna májusban. Kifejezetten regény ugye a Rebeka volt, a Jók és Rosszak iskolája, a Nagy folyók haragja és a Pillangólány. Ez csak 4. Emellett ugye volt 2 webtoon, amiről beszéltünk, volt egy manga, amiről beszéltünk, egy önsegítőkönyv, amiről beszéltünk, az ismeretterjesztő, ezek ugye aránylag rövidebb időt felölelő kis kötetek, illetve ugye még ne felejtsük el az Ursula Le Guin kis regényt is, ami szintén csodálatos volt. Nem volt ez egy rossz hónap egyébként, a vége azért jóval erősebben zárt, úgyhogy sokkal felszabadultabb a kis lelkem így május után, mint május elején és közepén. Mielőtt lezárnám ezt a videót, közérdekű információim következnek, amit lehet, hogy a videó elejére kellene bevágnom. Ne! Ha eljutottatok idáig, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és szeretném mondani, hogy ha lemaradtatok volna róla, június 9-én indul egy újabb közös olvasás a szerveren, ez pedig nem más, mint az EXO-EXO, ebben még ti is bármikor be tudtok csatlakozni, ezt fizikailag testközelben úgy kell elképzelni, hogy általában aznap reggel szoktam kiküldeni egy ilyen riadóztató üzenetet a Discordon, hogy ma kezdjük az EXO-EXO olvasást, és amikor akinek jól esik, akkor jól becsatlakozik, és megbeszéljük, hogy milyen lesz az EXO-EXO, illetve júniusban még várható egy kötet közös olvasásra, ez pedig az Aranykoporsó lesz Móra Ferenctől, ezt valamikor június közepén, vége felén fogjuk kezdeni, itt nincs konkrét dátum, de az adott csatornán meg szoktuk beszélgetni, vagy én ki szoktam jelenteni, hogy én mikor jutok el az adott regényig, ez így néz ki, és június hónapra, ha minden igaz, nem lesz már más közös
kötetem, júliusban pedig indítjuk a démon ciklus olvasást, nekiállunk ennek a kis fantasy tégla sorozatnak, mivel én már olvastam a Rovásembert, ezért a második résznél fogjuk kezdeni. Ha esetleg mindig akartátok volna olvasni a démon ciklust, és még belefér az időtökbe, akkor esetleg egy gyors talpalóval a Rovásembert el tudjátok olvasni a kezdésig. Megjegyzem, vannak olyan discordosok egyébként, akik már olvassák a Rovásembert, hogy be tudjanak csatlakozni a jövő hónapban induló második könyves olvasáshoz, és július hónapban még ezen kívül lesz magyar szerzős kötet, amit olvasunk, ez lesz Csendes Nórától a Zápor utca, és valószínűleg a Jók és rosszak iskolája menni fog tovább, de ezt majd még a Jók és rosszakkal leegyeztetem, úgyhogy nagyjából ennyit kell a közös olvasásoktól várni és látni, illetve azt még ide megsugom, de majd, ha eljutunk időben közelebb hozzá, akkor majd valószínűleg több videóban is meg fogom emlegetni, hogy újra elolvasom a Devabá trilógiát, úgyhogy teljes trilógia közös olvasást fogok indítani augusztusban. Ez azt fog jelenteni, hogy augusztusban olvasuk a Bronzvárost, szeptemberben olvasuk a Részkirályságot, és ha minden jól megy, akkor októberben lezárjuk az Aranybirodalommal. Úgyhogy ha az elmúlt években már az agyatokra mentem azzal, hogy mennyire szeretem ezt a sorozatot, itt az alkalom arra, hogy újra elolvassuk, vagy pedig elolvassátok velem, lesznek akik újrázni fogják ezt a trilógiát, hogy ezek a nagy tervek, de majd megpróbálom mindig említeni őket, amikor éppen oda lyukadunk ki. Köszönöm szépen, hogy ma velem voltatok, ez volt a május, találkozunk majd egy következő videóban, legyetek jók, sziasztok!